Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari tudatipari tóksója. A mai vendégeim Dénes és Krúbi. Mielőtt azonban bemutatnám őket, iratkozottak fel a csatornára, ami nem tettétek volna meg, illetve, hogyha kíváncsiak vagytok a teljes, vágatlan, szerkesztetlen verziójára az interjúnak, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! és akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Dénest és Krubit. Sziasztok srácok, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. köszönjük, Köszönjük. Dénes helyett most Krúbival kell kezdenem, mert hogy a legutolsó hír, ami rólad szólt, az picit riasztó volt, nevezetesen egy egészségügyi probléma, közelebbről nem leírt szív problémák miatt elmaradt el a nyilvánosságtól még a pandémia előtt, aztán jött a pandémia. Mit lehet most tudni igazából az egészségügyi állapotodról? Mi az, amit erről megosztanál a nyilvánossággal? egy szívizomgyulladásom volt, ez nem egy krónikus betegség, teljesen felépültem belőle, annyi, hogy ezt természetesen komolyan kell venni, az embernek a szívével van baj. Ez így sok mindentől lehet, nem teljesen egyértelmű, hogy mit alakult ki. Egy mandulagyulladás gyulladás szövődménye is lehet, kullancstól is lehet, tehát ez, ez, sokféleképpen kialakulhat. Ilyenkor annyi, hogy jó pár hónapig nem szabad megerőltetni magad, stb. Így, így a koncertek nyilván nem jöhettek szóba, bár amúgy se jöhettek végül, mert ugye jött a a második hullám volt. És ja, de voltam egy hetet kórházban, kijöttem, utána szedtem még a kis antibiotikumomat, pihentem otthon egy pár hónapot, és még novemberben már mondta nekem az orvos, hogy tekintsem magam egészségesnek, úgyhogy szerencsére ezen úgy tűnik, hogy végérvényesen túl vagyok. Egy kérdés még ehhez kapcsolódóan, hogy mennyiben játszott szerepet esetleg az az intenzív életmód, ami a fellépésekből, abból az elképesztő hájból, ami a személyet körül kialakult az elmúlt években. Tehát ez mennyiben lehetett, mennyire játszott közre abban, hogy kialakult ez a betegséged? Én azt gondolom, hogy nem olyan nagyon, főleg, hogy ez tehát 2020. augusztusában um, kerültem így kórházba, uh, és ugye azon a nyáron összesen kettő darab koncert nem volt. Tehát az ilyen szinten a túlhajtás az nem igazán. Ilyen szóba. Milyen családi háttérül érkeztek, tehát mit lehet elmondani arról, hogy milyen környezetben nőttetek föl, mivel foglalkoztak a szüleitek, Dénes elsőként, akkor te. Hát én alapvetően azt gondolom, hogy magyar viszonylatban jó családi háttérből érkezem, és foglalkozásokat tekintve informatikus, valamint nyelvtanár. Szülőkkel rendelkezem. Mesélted egy interjútban, hogy keresztény családban nőttél fel, és vittek templomba is? Ezt hogy kell elképzelnünk? Hát ö, olyan formán, hogy ö, ahogy ez így elhangzott az imént. Keresztény családban nőttem fel, és, ö, és magam is ö, sok ideig a plébánia közösségnek ö, része voltam, és ö, és ö, aztán idővel ez, ahogyan így a saját személyiségem bontakozott ki, és más dolgok kaptak szerepet. ez. Ez elmaradt, ugyanakkor az érdeklődés a témakör irányában nyilván a mai napig kitart. És ez mennyire eredményezett konfliktust a szüleiddel? Velük szemben nem eredményezett, egyébként ők abszolút elfogadták. Róbi, nálad mi a helyzet? Um, nekem a szüleim mindketten hajótervező mérnökök. Ott az a egy... jó tervező mérnökön. Igen, rosszokba tanultak ott a kikötővel. De ott szóval anyukám német, és apukám meg kiment Németországba tanulni, és ott ismerték meg egymást, aztán édesapám hazahozta anyukámat. És... Hol, hogy annyi tenger, hogy inkább idejön, mert jobb a piaci viszony. Igen, igen. Itt, ez, utólag nem értem ezt a döntést, de biztos van valami magyarázatukra. Ugye lehet tudni a számaidból azt, hogy volt egy nővéred, aki 5-6 évvel ezelőtt elhunyt. Igen. Azon kívül, amit a számaidból ki lehet olvasni róla, valami, -e amit meg lehet esetleg tudni, tehát hogy milyen hatással volt ő az életedre, milyen hatásokat valamint azt neki, ami esetleg formálta a személyiségedet, az érzékenységedet, a témaválasztásaidat és így tovább. Ö, hát igen, tehát két nővérem volt, az idősebbik hunyt el, ő rákos volt. Um, ne, nem tudom olyan pontosan megmondani, hogy ez az én személyiségemet milyen mértékben és hogyan formálta, mert, mert nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen lenne most az életem, hogyha ő még élne. Ez nyilván egy, egy, tehát messze a legtraumatikusabb élmény az én életemben. Nekem ilyen, azt gondolom, hogy ilyen nagyon nagy mértékű törés előtte az életemben nem volt, vagy ilyen nagyon komoly trauma, amit fel kellett volna dolgoznom, és ez volt az első. Ezt 20 éves korodban vagy 19 volt, amikor meghalt meg hát, nem is maga a halál, hanem tehát a, a rák az elég csúnya betegség, tehát hogy előtte ilyen egy, egy másfél évig küzdött ezzel, és hogy az a, a, inkább az, vagy hogy mondjam így az utolsó pár hónapot tekintem így a legrosszabb időszaknak az ő életében is nyilván meg úgy az enyémben is, és utána a gyász az már az, az is nyilván nem túl jó, de hogy az úgy az kezelhetőbb szerintem. Mint, mint, amikor aktívan látod szenvedni azt, akit szeretsz. Úgyhogy biz, biz, biztos, hogy nagyon hatott ez rám ilyen vagy olyan formában, de, de sajnos azt nem tudom így, így konkrétan megválaszolni, hogy milyen irányba vitt ez el. Biztos máshogy viszonyulok az élethez, a halálhoz bizonyos mértékben azáltal, hogy, hogy egy ennyire közeli hozzátartozom meghalt, de, de ne, nem tudom pontosan, hogyan. A családjaitok hogyan reagálnak arra, hogy ezt a pályát választottátok? Tehát hogyan viszonyulnak akár a konkrét zenétekhez, a művészetetekhez, meg hát a sikereitekhez, amiket elértetek? Hát most jelenleg Én... éppen azt gondolom, hogy, hogy, büszkék rám, és hogy látják, hogy megtaláltam azt, amit, amiben jó vagyok, vagy amit szívesen csinálok. Szerintem úgy hallom a hangodból, hogy ez nem volt magától értetődő. Nem, tehát ilyen jellegű konfliktus nem volt, hogy bármi, hogy így azt érezték volna, hogy hú, ez azért nincs benne, fiam, ezt miért csinálod, ezt azért nem kéne. Inkább csak meglepődtek szerintem. Tehát, hogy nem hiszem, hogy akár egy pár hónappal azelőtt, hogy ez így beindult volna, ők megjósolták volna, hogy ez lesz belőle. Mondom, te sem. Nem nagyon, igen. De hogy mindig is, tehát nagyon fiatal koromtól abszolút aktív része volt tehát folyamatosan zenét írtam, zenéket csináltam, albumokat írtam már nagyon fiatal koromtól, így, így, látták, hogy ez egy tök nagy része az életemnek, meg az egyik legnagyobb mozgatórugó az abszolút number one hobbim. De a, tehát, hogy így nem tudom, mellette egy Corvinusra jártam, elkezdtem dolgozni egy reklámügynökségben, szerintem 99,9%-nak tartották, hogy ez lesz az az irány, amiben így el fog menni az életem. Nálat, hogyan, mit lehet elmondani a szülői Hát esetükben is abszolút elfogadás jellemzi a dolgot, sőt, uh, tehát hogy, hogy, bizonyos aspektusainak értelmszerűen tudnak örülni, és uh, az imént említett uh, viszony, a, tehát hogy a, a keresztény közösség, hogy ami szóba került az imént, hogy a, az ő értékrendjükkel például ez abszolút nem megy szembe, és uh, nem uh, látnak benne ilyen értelmű kivetnivel valót, mivel ők pontosan tudják detektálni, hogy, hogy milyen formában jelenik meg mondjuk ez a témakör a dalokban. Hát akkor a úgynevezett keresztény gyalázás vágyja, ami sokszor előfordult veled szemben, az mondjuk így otthon abszolút nem beszéltél, ha nem érzik így. Nem, nem. A gimnáziumi éveitek azok így a 2000-es évek második fele, 2010-es évek elejére esik. Mik voltak a legfontosabb filmélmények, sorozatélmények, olvasmányélmények, amik ekkoriban értek benneteket? Tehát én az ilyen 2000-es évek második felében voltam ugye ilyen serdülőkorú akkoriban óriásit mentek az ilyen amerikai pite utánzat filmek, az ilyen straight to DVD, hangyák a gatyában, német pite, tudnám sorolni, mai napig egyébként néha nosztalgiában megnézzük ezeket a filmeket. És szerintem ez a, az ilyen jellegű humor, illetve az a szinkron, ami azokban a filmekben van, ami ilyen elképesztően színvonalatlan és nagyon szórakoztató és nagyon szeretjük, ez az, ami ami így visszaköszön a zenémben mai napig, hogy egyszerűen az ilyen alpári közönséges, de valamiért nagyon jelen volt akkor, pont sokkal jobban jelen volt, mint szerintem előtte vagy utána bármikor. Hogy az egy olyan időszak volt ilyen kulturálisan, hogy már le voltak döntve mindenféle tabuk. Tehát már túl voltunk ugye az amerikai pitén, Iben. túl voltunk nem tudom Eminem, Marilyn Manson ilyen előadókon és egyszerűen már nem volt az, hogy mondjuk valami annyira vulgáris vagy annyira alpári legyen, hogy egy ilyen major stúdió azt mondja, hogy a e mögé nem állunk be. Tehát az már így nem volt a 2000 években, de még nem is volt az, hogy, hogy mondjuk óvatosabbnak kellett lenni, mert, mert hogy bizonyos emberek elvesztik a karrierjüket, mert, mert hogy túl durva dolgokat mondanak, vagy megsértenek közösségeket. És ott volt egy ilyen 5-10 éves ablak, ahol egyszerűen eszméletlen alpárinak lehetett lenni az ilyen jellegű filmekben. És valamennyit ebből a mentalitásból valószínűleg átmentettem a felnőtt életemben, nyilván ironikusan úgy gondolom, tehát hogy a mai napig, amikor egy haverokkal összülünk, újra megnézzük néha ezeket a filmeket, kifejezetten azért, mert szörnyűködünk rajta, hogy ez mai szemmel nézve mennyire nincs benne. Ugye most is említetted Marilyn Manson nevét, és az korábbi interjúban szintén kifejtetted, hogy rád egy komoly hatással volt az ő művészete. Hogyan gondolsz rá, főként a mostanában megjelent uh, hírek alapján, ugye most konkrétan már börtönbüntetése uh, fogják ítélni, hogyha minden igaz, vagy legalábbis most már ez a, ez a, ez a uh, helyzet is előállt. Ugye a korábbi partnerei álltak elő azzal, hogy mennyire erőszakosan viselkedett Igen. Mm. bántalmazta őket, szexuálisan visszajött a, a helyzetükkel. Mit gondolsz most Marilyn Manson személyéről? Olyan szempontból bántó nekem különösen ez a menzonos eset, hogy menzon szerintem mindig egy jó pont volt arra, akire úgy hivatkoztunk, mint Hát egy művész, akinek a művészete nagyon megbotránkoztató, de egyébként egy intelligens, művelt ember, aki néz, néz meg vele egy interjút, eszméletlenül jól beszél. Mindig így rá lehetett hivatkozni mondjuk egy olyan előadónak is, mint nekem, aki, aki ö, azért elsüt olyan vicceket a zenéjében, ami, ami morálisan megkérdőjelezhető, hogy hát látjátok, hogy ez, ez a művészet, de hogy a személy mögötte az egy, az egy normális ember. És ilyen szempontból ez ilyen nagy hátbaszúrásnak éltem meg, hogy basztus pont az az ember, akire a legjobban lehetett hivatkozni, hogy mondjuk őt megvádolták azzal, amikor volt ez a columbine lövöldözés, hogy mondjuk a rajongói csinálták ezt, és ő róla, és milyen jól megvédte magát az interjúban, és hogy pont erről az emberről derült ki, hogy nem ő, ez nem hogy egy felvett dolog, amit a színpadon csinál, hanem így a jéghegy csúcsa. Ez egy eléggé ez, ez úgy gondolom, hogy általában azoknak a művészeknek, akiknek ugye mondjuk a megbotránkoztatás, vagy az ilyen kényesebb témák egy része annak, amit csinál, egy eléggé szar pillanat, amikor kiderül valaki ilyenről, hogy, mm. hogy, hogy ez nem csak a művészet, hanem valójában ilyen. A Tirpa iránti érdeklődés, rajongás, az mikor jött be az életedbe? <laughs> a, Szerintem kamaszkoromban hallottam először tírpát, szerintem, én, szerintem konkrétan emlékszem, hogy a Gajik 2 című szám. Akkor most megállítanak és nézzük meg azt a számot. Jó. <laughs> Fölösleges ugatod meg kiakaszt a dumád, amit tőled akarok, béb, csak az, hogy a bulád. Velem ne lelkizd, én nem dumálni hívtalak, kajak, amik csöndbe volt, elsküszöm, hogy bírtalak. Sorry, szenyorita, látom, hogy most haragszol, feledhetetlen oltás, kaptál egy jó nagy paraszó. De már nem bírom a rinyálásot hallgatni, a sztoriaidnál nem tud semmi jobban elaltatni. Mert neked megfelelni nem lehet, ha örök kész, szar kedved van, akkor nyalt ki a seggemet Az urat én vagyok, te nem vagy más, csak rabszolga, az baszna be, ha a kessem meleg, kurva nadzol Szép dal <laughs> 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 Ezt hány évesen hallgattad? Szerintem ez 16 hét Ugye te a saját számítban nagyon tudatosan élsz azzal, hogy az ilyen hip-hop toposzokat figurázott ki. Szerinted a Tírpánál is van ilyesmi, tehát lehet ezt ironikusan kezelni, amiről ő vagy ez ebben igazából nincsen irónia, ő azt mondja el, amit gondol ezekről a dolgokról. Nem, van egyértelműen benne irónia az szóval ő Van benne? Is. Igen, hát máshogy, mint nálam, az biztos. Tehát nekem a mondjuk az, hogy ez így lenyűgözött kamaszként, pont olyan oldalról nyűgözött, lehet, most látod a borítót, fegyverekkel áll egy ilyen kigyúrt kopasz faszia a, a borítón, tehát hogy ez a pusztán a, nem hogy a gangster élet, a magyar lakótelep is nem, nem, egy olyan közeg volt, amivel én úgy igazán érintkeztem, nekem inkább az volt a extra, tehát hogy ez a, nekem inkább a sok hatás volt az, ami megfogott szerintem, hogy, hogy ez mennyire vulgáris, mennyire durva. Tirpánál meg szerintem ez inkább egy, de nem annyira szeretnék az ő nevében nyilatkozni. Én őt ugye már felnőttként ismertem meg, és én úgy ismertem őt meg, mint egy iszonyat tündéri csávót, aki mindenkivel iszonyat aranyos, és hogy egy nagyon vicces, nagyon jó társaság, tényleg nagyon jó fejemben a Tirpa szerintem. És nála ez meg inkább olyan, hogy gyakorlatilag, tehát ő nála és aznál is meg tirpán azt érzem, hogy az a generáció hiphopban, hogy nagyon a, arról szól, hogy kinek vannak nagyobb dumái. Tehát nagyon szövegcentrikus zene, ugye a beatek jellemzően csak be van valami loophole, van, nincs annyira túl gondolva. És hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy ki az, aki még nagyobbat tud mondani, még több szót a még extrémebb, még ilyen vadabb, szupergengszer, gangster, iszonyat kemény, maszkulin hímnek tudja bemutatni magát a szövegeiben, és gyakorlatilag nem abban megy a versengés, hogy valakit bemutassa, hogy milyen ideológiával néz a világra, hanem abban megy a versengés, hogy ki az, aki még agyafúrtabban, még extrémebben, még polgárpukkasztó balpári módon tudja uh, megfogalmazni ezeket a dolgokat, és, és rímek beszedni. És szerintem ennek az esetleges irónélet, ha van benne, ezt mennyire képes egy kis kamasz detektálni, vagy, vagy érzékelni? Fú, hát ez jó kérdés. Szerintem akkoriban én se feltételeztem, hogy sok irónia van benne. De hát ez nyilvánvalóan nem is gyerekeknek készül ez a zene. Tehát az, az hogy az a probléma. A kényi, nyilvánvalóan a kiskamaszok Biztos, ezt. hogy van. Tehát az, az, a probléma nyilvánvalóan létezik, hogy az internetnek köszönhetően korlátlan mennyiségben fogyaszthatnak a gyerekek felnőtteknek készült tartalmat, ugye nem csak zenék, filmek, pornó, bármi. De erre tehát nem azt gondolom megoldásnak, hogy magának a művésznek akkor mostantól csak olyat szabad alkotni, amit ha esetleg egy gyerek megnéz, nincs rá rossz hatása. Tehát a horrorfilm rendezőn se lehet számon kérni szerintem, hogy mit történik egy gyerekkel, hogyha megnézi a, a filmet. És hát nyilván ezek, ezek 18 karikás zenék. Mm. És azt gondolom, hogy egy felnőtt ember pedig remélhetőleg tudja ezt a helyén kezelni, de még ha egy felnőtt ember sem tudja a helyén kezelni, akkor is tehát továbbra sem azt érzem a megoldásnak, hogy a művésznek kéne idomulni ahhoz, hogy a legalacsonyabb közös nevezőre menjen ebben. De akkor azt mondod, hogy te mondjuk például ezt a zenét, amit a tirpa itt énekel, tehát ezt te nem ajánlanád 18 éven Abszolút nem. A legtöbb, legtöbb saját zenémet sem. Mit az a tirpáról, én úgy általában erről a jelenségről egyébként azt gondolom, hogy tehát számtalan olyan zene van még akár a magyar szénában, ami elérhető fiatalok számára, és olyan tartalom, ami, ami tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy mondjuk, a, mondjuk az én értékrendem szempontjából borzasztóan megkérdőjelezhető. És felveti a kérdést, hogy ezt mondjuk szerencsése, hogy bizonyos mondjuk formálódó személyiségekhez eljut egy adott tartalom, és ez megkérdőjeleződik, de hogy én meg ugyanakkor azt tapasztalom, hogy, hogy függetlenül egyébként attól, hogy otthonról milyen értékeket hoz az ember, nagyon sok esetben meg tud történni az, hogy akár társasági szinten, akár egyéni szinten hallgat valaki ilyesmit, akár még azonosul is kiskamaszként egy-egy elhangzó mondattal, vagy, vagy viszonyulással, dolgokhoz, de hogy később az élete során ez nem lesz egy meghatározó dolog abban, hogy hogyan viszonyul az adott kérdéskörhöz. Tehát, hogy, hogy meghatározóbb inkább igazából az, hogy a, egy adott társaságon belül az idősebb szereplők hogyan viszonyulnak. A művészeti befutásotok, alkotói befutásotokat azt mivel magyarázzátok? Én azt gondolom, hogy, hogy vagy azt szeretném gondolni, hogy zeneileg egyébként tök rendben van, tehát mint hip-hop produkció, Remélhetőleg, vagy igyekszem kiemelkedő dalokat írni, meg kiemelkedő albumokat. Tényleg nagyon fiatal korom óta folyamatosan zenét írok, és azzal foglalkozok, mint rajongó is, mint hallgatója a különböző kedvenc előadóimnak, hogy mitől hogy ez jó egy diszkográfia, hogyan működik egy album, hogy lehet egy karrierben egy új albumot behozni, mi legyen a következő lépés, és hogy ezt így mindig én előszeretettel fogyasztottam ezekben a közösségekben online, nagyon benne voltam és hogy emiatt remélhetőleg felszettem annyi tudást, hogy ezt most magam is jól tudom csinálni. Aztán vannak még nyilván olyan extra tényezők, hogy jókor kell lenni jó helyen, nekem ez a kikeltetős dolog, ez így nagyon szerencsésen jött ki, hogy ott készült rólam egy relatív jó felvétel. Tehát az, hogy a produkció rendben van, az így megvolt, és, és ott készült egy jó minőségű felvétel arról, hogy előadom a kikeltető tehetségkutatón. Na nézzük meg a kikeltetős fellépésedet is, mert valóban egyébként egy szuper felvétel van róla elérhetőségben. Ebből is kivágtunk egy részletet, nézzük akkor meg. Orbán, gyere, ki a ferinek. Orbán, ki ki a felén, Orbán, ki ki a még Orbán, gyere, a ki a Bir mega nézek, most látom, hogy itt állunk már százan A százból negyven ember talpig narancsárgában Szóval a száznak a a talpig narancsárgában A pénzét dobálja Orbánnak a nevét kántálva Szurkolnak neki, szurko. hogy juttassa el Feri a csúcsra De Orbán flesseli a szitut, csak az időt húzza Túrántja a ficsmát, könnyek gyűlnek Feri szemében De közben serényen gyűlik a lég kettejük zsebében A bal oldalamon pirosban áll hat darab nyugger Sírva kántálják, hogy Feri ne menj el. De Orbán akaratlanul is túl jó bánik a fasza, a jobb és bal oldal együtt készül a nagy pillanatra. A maradék 54 ember undorodva nézi, hogy mi a faszért vagyunk még itt, azt senki sem érti. De mégsem merjük elhagyni a mosdónk, mert csak a húgy és szarszakban érezzük magunk igazán otthon. Ez művészet vagy társadalmi, politikai krédió a részedről? Nekem mindig művészet oldalról jön, legalábbis az alkotás része. Uh -huh. Tehát, hogy belekerül sok, vagy van, hogy belekerül politika, vagy társadalmi kérdések az zenémbe, de hogy alapvetően magamról írok zenét, és nyilván olyan mértékben kerül ez bele, amennyiben ez engem érint, vagy foglalkoztat. Tehát olyan ambícióm sose volt, hogy, hogy mint politikai szereplő, vagy, vagy akár mint valaki, aki ilyen megmondó emberként működik, vagy, vagy népnevelő céllal, tehát semmi ilyesmi, teljesen öncélú. Ez egy van megmondó emberi aspektusa? Van, de hogy egészen egyszerűen csak azt az élményt próbáltam leírni, amiben én akkor így voltam az ilyen politikai kérdésekben. Ugye ez, ez egy. Ez mikor ez a 2017-ben adtam ki. Ugye pont ilyen választások előtti egy évben íródott az egész első album igazából. És gyakorlatilag csak azt az érzést próbáltam, tehát, hogy mint amikor már nagyon kell húgyoznod, már tök szarul érzed magad, de így semmi nem jó, és csak azt látod, hogy így Orbán meg Gyurcságy vannak ott mindenhol, és mindenki másnak tök szar is és büdös van. Kb. Ezt, ez, 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 a metafora arra, hogy éreztem magam azzal kapcsolatban, hogy így mi ömlik így a médiából politika témában. Ugye említetted már, hogy ez volt az időszak, amikor leszerződtél egy nagy lemezkiadóval, Universal Music-kal, Mik azok a pozitívumok és mik azok a negatívumok, amik jártak azzal, hogy egy nagy lemezcéggel kötöttetek szerződést? Hát az e, a legegyértelmű pozitívum az nyilván az, hogy van büdzsék meg stúdióra. Ezeket ki tudja fizetni egy kiadó, azért cserébe, hogy nyilván később részesedik abban, amit csinálsz. Illetve nyilván van a menedzsment oldala, ehhez nyilván nem feltétlenül kell egy, egy akkora kiadó, mint egy Universal, tehát van csomó előadó, aki kisebb vagy saját menedzsmenttel működik, de kell egy, lényeg, hogy kell egy menedzsment egy bizonyos szint után egy előadó mellé, akik a koncerteket lekötik, stb. Én is igazából ezt a két aspektust emelném ki. És negatívumok? Hát szerintem az, ami, tehát hogy az, hogy nyilván ennek a fejében részesedik a kiadó is az adott bevételekből, az maga után vonja az előző beneficiumokat, illetve az elő, tehát azok ezt. Tehát, hogy ilyen értem ezeket nem mondanám így negatívumnak, hanem a díj részének. A kezeteket ez mennyire köti meg bármilyen értelemben? Nekem sem ennyire, megmondom őszintén. Tehát, hogy annyira... Ez lehet azért van, mert hogy eddig annyira fölfele ívelt, amit csináltam, hogy a kiadó azt érezte, hogy ebben nem kell beleszólnia. Tehát, hogy ha akartok, akkor elméltek politikai rendezményre fellépni? Ezt nem tudom, mivel ez ilyen téren nem is került igazán szóba sosem. Tehát, hogy, hogy én a magam részéről nem ö, vágytam ilyesmire, vagy nem, nem ö, gondoltam hogy jó, jó, helyen lennék ilyesmi szituációban, és ezért szerintem nem nagyon fordultam ilyen kérdéssel a management felé soha. Szerintem mehetnénk, én azt gondolom, hogy mehetnénk, csak ha menni akarnánk, akkor szerintem a menedzsment erősen azt hogy ne menjünk, de hogy szerintem mi még annyira sem akarunk menni. akarnátok egyáltalán? Én úgy szerintem sehol nem akarnék föllépni, nem csak, hogy nem politikai rendezvényen, nem olyan rendezvényen, ami nem arról szól, hogy ez egy klubi koncert, és az jöjjön, aki klubi koncertre akar jönni, nem akarnék fellépni. Tehát nem csak tehát egy kolbászfesztiválon sem akarok fellépni, mint sztárvendég, vendég, meg egy, egy szipőnek a bemutató rendezvényen sem szeretnék fellépni, hanem azt gondolom, hogy egy, egy krúbi koncert az szóljon arról, hogy, hogy ez egy krúbi koncert, és az jön, el, aki krúbi koncertre akar jönni. Vagy pedig egy fesztiválon, nyilván egy, egy zenei fesztiválon szívesen fellépek. 19. januárjában jelent meg a következő közös kollaborációtok, a keresztes hadjárat videoklipje. Nézzük meg most ebből a egy részletet. Élezzük a kardot, érezzük a harcot Hirdetjük a tarsot, szétviszük az arcot Megindulunk délnek, tartunk migráns flóval szembe hajtunk Röszke, büszke, bátor tábor, első péki gyilok, mámor Körbe-körbe migránsok, szerpa tárnyítások Hármat, négyet szétvágok, le őket pirvárkó Összes migrik kidő, folytatjuk az utat Gyorsan megy az idő, ha az ember jó mulat Mi alapján választottok témát? Tehát ez... Művészeti érdeklődés, társadalmi felelősségvállalás, tehát milyen módon ezek hogyan befolyásolják azt, hogy uh, mi alapján kerekedik ki Polyelő egy Ezt társadalmi felelősségvállalásként nem jellemezném. De miért nem, Bocs. <laughs> hát mert ez inkább hülyéskedés. De. de... Bocs, hát van egy markánsan kereszténységére büszke, azzal folyamatosan érvelő kormányzat és egy ilyen állami intézményrendszer aminek ti itt hát vastagon bemutattok, nyilvánvalóan kimutatva ezzel részben azt, hogy milyen ellentmondásokat véltek az értékválasztásban és a kormányzás gyakorlatában. Tehát, hogy ez, ez, ebben nyilvánvalóan van egy nagyon vastag kritika. Igen, de hogy ugyanakkor a motivációja meg nem társadalmi felelősségvállalás. Tehát ilyen értelme inkább arról szólt, és az motiválta a megírását, hogy, hogy mondjuk így engem személy szerint így foglalkoztatott akkoriban nagyon ez a, ez a téma, hiszen minden honnan ez folyt. Nem a keresztes hadjárat feltétlenül, hanem inkább a többi témad adók ezen a kis lemezen belül. Számoltatok azzal, hogy ez így ki fogja verni a biztosítékot majd? És komoly támadások tárgyává tesz majd benneteket? Nekem személy szerint ez a, ez a mértékű elérés a legmerészebb állományunk között sem szerepelt. Nyilván egy idő után már így ez megtörtént, tudatosult, és akkor azt követően már nem lehet ugyanezt elmondani az azután kijövő számokról. De ennek a kislemeznek az esetében nem. Nézzük meg, hogy hogyan vélekedett erről a számotokról. De hogy ott tartunk, hogy egy Krúbi, egy Dénes, a Dénes a magyar gyűlöletével, magyarként ez nyilván egy teljes téma lenne, a Krúbi a kit, hogy meg hogy a az is a számaival, ő az egyetemisták körébe elképesztően, elképesztően megy ez a dolog. Én egyébként azt gondolom itt, a, tehát hogy a Fankadeli esetében, hogy néz ez pontosan ki, azt nem tudom, de hogy ez magyar gyűlölet, keresztény gyűlölet, ez egy olyan motivum, ami, ami számos orgánumban is, nem számos, de pár orgánumban megjelent, mint egy ilyen vádpont pont ennek a számnak a kapcsán. És a teljes kontextus viszont az, hogy nyilvánvalóan detektálhatóan a kereszténység inkább olyan módon jelenik meg ezekben a dalokban, meg ebben a dalban, ami a kormánykommunikációnak az akkori, a mostani, uh, ahogyan használja ezt, hogy kereszténység, és próbál szembeállítani bizonyos értékrendeket a keresztény értékrendel szemben, és, és ilyen módon uh, tematizálni a választópolgárait. Inkább ezekről szól, és magáról a kereszténység, tehát a kereszténységgel kapcsolatban semmilyen pozitív, negatív irányú értékítélet nincsen, hanem erről a jelenségről szól az, amikor ez bekerül hogy Fanka Deli, ő személy szerint, ő azt gondolja, hogy, hogy ez egy dolog -e, vagy sem, mert ezeknek az orgánumoknak az esetében én azt gondolom, hogy ők tudják detektálni, hogy miről van szó, nekik egyszerűen érdekükben áll kiemelni a kontextusából a dolgot, és a saját narratívájuk mentén elhelyezni és skálán. És hogy Fanka Deli ezt tudja, és így csinálja, vagy tényleg így gondolja, ezt én nem tudom. Mondjuk az én esetemben a, a turul, az olyan, ami elképzelhető, hogy jelenleg, hogyha most írnám, akkor azt máshogy csinálnám, mert az ténylegesen egy olyan, tehát hogy a, a kereszténységgel kapcsolatban elmondtam, hogy hogyan jelenik meg, de ott ténylegesen inkább egy kicsit arról van szó, hogy, hogy ez ilyen konteós, nagy magyarokon való gúnyolódás. És az nem feltétlenül szerencsés szerintem igazából. Mi a baj vele szerinted? Hát az, hogy, hogy nem viszik közelebb a feleket egymáshoz, hanem ellenkezőleg. Tehát, hogy... De mi lesz feladat, zene a számnak? nem feladata egy zene számnak, hanem az én gondolat, tehát hogy én, én igazából összességében inkább annak a, annak a, pártján vagyok, hogy olyan emberekkel, akiknek mondjuk nagyon-nagyon távol vannak az álláspontjai bizonyos kérdéseket, illetően azokkal is megpróbálni beszélgetni, és, és nem ellehetetleníteni a beszélgetést azáltal, hogy te egy olyan alapozíciót veszel föl, hogy te hülye vagy. Hogy van ez a karakterjáték, amit a Krúbi karaktere fölépítettél? Tehát miért pont a szexizmus volt, vagy a szexizmus az, amivel a legtöbb ilyen játékot folytatott? Tehát egyszerre figurázott ki ezeket a hip-hop toposzokat, meg használod ezt is arra, hogy így részben beszól a PC kultúrának, részben triggereld a hallgatóidat, de részben meg így föl is hívd a figyelmeket arra, hogy egyébként ez egy létező jelenség. Tehát, hogy nagyon komplexen használod ezt, de miért pont a szexizmus az? Szerintem ennek több oka van, vagy több dologból tevődik össze. Egyrészt maga a hiphopban egy, az, tehát ugye az olyan, abban a fajta hiphopban, ami arról szól, hogy magadat éltesd, valahogy bizonyíts, hogy te több vagy, mint a többi rapper, abban egy jellemzően elő visszatérő motivum az, hogy több nőt tudnál megszerezni, hogy jobban bejössz a lányoknak, stb. úgyhogy egyrészt ez, így az első albumon, amikor mondom, abban a helyzetben voltam, hogy nagyon viccesnek tartottam a tényt, hogy rapper vagyok. <laughs> Így ebből előszeretettel üztem gúnyt az olyan dolgokból, hogy magamat még jobban eltúlozni, mint rappert, mikor abszolút nem ebben a közegben mozogtam valójában. Úgyhogy egyrészt ez, másrészt mondom, a pusztán ez, a, ez az ilyen amerikai pite stílusú filmek szinkronhangjának a szeretete átültetve dalokba. Olyan megfontolás játszik esetleg szerepete mögött, hogy van erről egy ilyen értékítéleted is, hogy mondjuk a szexizmushoz hogyan viszonyulsz, kártikonynak tartod, vagy sem? Tehát, hogy ilyen megfontolás van-e abban, hogy pont ezt ö, emelted a alkotói personál egyik legfontosabb megnyilvánulásával? Hmm. Nem hiszem, hogy a szexizmusról úgy általában nyilatkozni próbáltam valaha ezzel, vagy ilyen tudatosság szerintem semmiképpen nem volt bennem, hmm. um, hogy, hogy ebben a kérdésben állás foglaljak tehát hogy nem tekintem a művészet feladatának, hogy morálisan helyes legyen feltétlenül. Én azokat a művészeket szeretem, akik azt csinálják, hogy megörökítik magukat emberi mi voltukban. És ennek az is a része, amikor helytelen gondolataid vannak, az is a része, amikor nem jó gondolkoz dolgokról. Mit tudom, én nagyon szeretem Alice in a Junkhead című dalt. Nem gondolom azt, hogy heroinozni az jó dolog nem gondolom azt, hogy az, hogy Lane kiáll abban a dalban gyakorlatilag a heroin mellett, és azt mondja, hogy ti hülyék vagytok, csak nem érthetitek meg, nekem van igazam, nincs is ezzel semmi baj, majd pár évek később nyilván belehalt a függőségébe. Az én dalaimban is megfogalmazok olyan dolgokat, amiket természetesen nem értek egyet, hogyha racionálisan átgondolom. De azt gondolom, hogy egy művész nem egy politikus, nem képvisel egy közösséget, nem lett megszavazva, vagy adóforintok felett rendelkezzen, csak simán megörökíti a dolgait, és az meg már a közönség feladata, hogy szűrjön, hogy mivel ért egyet, mivel nem ért egyet, akar olyan zenét hallgatni, mivel morálisan nem ért egyet. Ez borzasztó fontos szerintem, amiről beszélsz, mert izgalmas is. Vagy akkor igazából azt mondod, hogy a művészeti érvényesség az, amit számít egy alkotás esetében, és a tartalmának a morális megítélése az egy teljesen más apró tartozó kérdés. Igen. Oké. Okay. Mit gondolsz erről, Dénes? Én nagyjából egyetértek ezzel. Az, az már egy másik kérdés, hogyha mondjuk valaki mondjuk tévés személyiségé növi ki magát, vagy, vagy, vagy már, tehát hogy nem kizárólag olyan formában jelenik meg, hogy ő a saját ö, művészeti termékét tárja a nagy közönség elé, akkor már egy -e nagyobb felelőssége van abban, hogy, hogy ö, meg lehet fogalmazni sokféleképpen közüzlés, vagy vagy, ö, vagy a saját... Ö, morális irányelvei, vagy a, közöl, meg a közösség meghatározó morális irányelvei szerint járjon el, akkor szerintem érvényesebb ez. Oké. Okay. Uh, lett egy áldoksi sorozatod, amit a pandémidén uh, publikáltatok. Uh, legendás ribancok nyomában ez a címe. Yeah. Uh, nézzük meg ebből egy részletet, és aztán szeretnék kérdezni valamit ezzel kapcsolatban. Zenészként évi 200, 250 napot töltök ribancok között. Ez az életem. Misivel alapítottuk a Mirror Glimps csapatot. Mindenfelé keressük ezeket a rejtélyes ribancokat az ország teljes területén. A pomázi prolipina egy körülbelül 2 méteres, 200 kilós ribanc lehet. Mély és kerek hátsója van, újai pedig 6, 7 centis karmokban végződnek. Testét ízléstelen tetoválások borítják, és méretes szájával óriási szívóerőt képes kifejteni. És ami talán a legrémisztőbb, hogy a szemtanúk egytől egyik egy vörösen izzó szempáról számolnak be, amely szinte megbabonázza őket. Tudom előre, tudom előre, hogy ez lesz az a pont, hogy ez bevágjuk egyébként a szerkesztettségben, amikor majd a kommentelők így nekiállnak vadul, szintén, hogy így tényleg nem vagy képes értelmezni a, a, a klubi által elmondottakat. Én tökéletesen értem, amit mondtál, így ja. még akár igazak is tudom tartani. De ezzel együtt is kérdezem, hogy ott nincs -e egy határvonal, mert hogy abszolút értem ennek a humorát, értem azt is, hogy mi a forrásvidéke, azok a videók, amiket néztél kamaszkorodban, az egésznek egy ilyen elvonulása Balatóra, csináltuk egy ilyen rövid, pár részes sorozatot, egyáltalán humorát kérdezem meg, de amikor mondjuk például az van, hogy a proli, Prolipina. Prolipina, igen, bocsánat, jól mondtam, mert panelprolit akartam. Na, tehát a prolipináról beszéltek, hogy, és ehhez van egy kép, amin hát egy nyilvánvalóan cigánylány illusztrációját használjátok, akkor nem merül fel fel mégiscsak az, hogy ezzel esetleg azért megerősítettek olyasfajta sztereotípiákat, amelyeknek van kártékony vonása, hogy mondjuk ilyen dehumanizálóan gondolnak sokan például a cigány nőkre ebben az országban. Nekem megmondom őszintén, ez az első alkalom, hogy azzal szembesülök, hogy cigányként gondolunk erre a lányra, egyáltalán akit lefestettünk, ez így meg se fordult a fejünkben. Uh, az azért barnás ez a sztereotípia, le... hogy a cigány lányok azok, akiknek hosszú a körmük, van tetoválásuk, én, én ezt látszik a mindenük. Alkotási oldalról egyáltalán nem kötöttem össze ezzel. Nem volt ilyesfajta. Abszolút nem. És hát az, hogy ráerősít -e egy ilyen jellegű sztereotípjára, ugye ez a kérdésed, hogy, hogy ettől tartunk-e, vagy hogy ezt reálisnak látjuk-e? Nem azt mondom, hogy ez a szándékotok. Azt értem. Én azt mondom, hogy független attól, mi a szándékotok, lehet ilyen is annak, tőletek abszolút függetlenül. Nem tartom kizártnak, hogy lehet. Tehát ezt, ezt nehezen tudom mérni. De szembesültél már valaha azzal, hogy a dalszövegeid, a zenéd, vagy az ott esetben ez a sorozat, annak ellenére, hogy te ezt egy jó viccnek, egy hercnek gondolod, túlnő ezeken a szándékokon, és akár a te szándékaiddal teljesen hmm. ellentétes értelmezés nyer? Alapvetően én inkább azt gondolom, hogy ez fordítva működik olyan tekintetben, nyilván ezt se tudom mérni, de azt gondolom, hogy fordítva működik olyan tekintetben, hogy a, a, a mérhető hatása egy művészeti alkotásnak, amit arra fejt ki, hogy az emberek hogy gondolkoznak bizonyos dolgokról, Általában nem olyan nagy. Szerintem inkább az, hogy hogyan gondolkoznak az emberek bizonyos dolgokról, az határozza meg, hogy milyen művészeti alkotásokat fogyasztanak. Uh -huh. Végtelen videó van a Youtube-on, végtelen előadó van, végtelen száma a Spotify-on. És tehát ez ez a klasszikus téma, hogy akkor Marilyn Manson vagy Eminem, ha te negatívan a fiatalokra miattal lőtték el egymást, tehát hogy... Szerintem nem az történik, hogy egy átlagos ember megy az utcán egyszer csak meghall egy Marilyn Manson számot és elkezdi festeni a körmét és ilyen dark arts lesz, hanem az történik, hogy a környezete olyanná formája, hogy ez imponál neki. És ilyen téren nem tartom elképzelhetetlennek, hogy sokszor egy művészeti alkotásnak nem várt, vagy nem kívánt negatív hatásai vannak. Főleg, hogyha nagyon sok irónia, szarkazmus van benne, amit esetleg a fogyasztó nem ért. De... Ez de a azt... benne van, azt is elismered, nem? Elismerem, hogy benne van, elismerem, hogy benne van, de de alapvetően inkább azt tartom reálisnak, hogy aki nem tudom, úgy gondolkozik a nőkről, mint hogy a tárgyak lennének, vagy nem is tudom, amiket meg kell szerezni, vagy trófák, az, az, és így szarkazmus nélkül hallgatja mondjuk az ilyen dalaimat, úgyhogy azt gondolja, hogy ez teljesen komoly és helyes, és így kell gondolkozni. Azt nem én tettem ilyenné, azt nem az előttem levő rapper tette ilyenné, hanem ez egy komplexebb kulturális kérdés, hogy miért gondolkozik valaki így, és azért imponál neki ilyen formában egy alkotás, mert így gondolkozik, és nem annyira látom valószínűnek, hogy, hogy fordítva lenne. Mit gondolsz a, a trap hullámról? Tehát ugye mit gondolsz arról a fajta evolúciójáról a hip-hopnak, hogy ami egy ilyen ellenálló műfajként indult el, az mostanra, nem igazán, vagy nem feltétlenül a változás lehetőségét próbálja meg propagálni, hanem sokkal inkább rögzíti azt, hogy mennyire elbaszott a világ. De ehhez nem kéne igazából megküzdési stratégiákat, vagy lehetőségeket, vagy eszközöket, hanem csak rögzíti azt, hogy ez szar, depresszív, és hogy kicsit az is van ezzel keresztül, hogy a változás lehetetlenségét normalizálja a hallgatóban. Mi van a kérdésről? Ezt ilyen szépen sosem fogalmaztam még meg magamnak. Lekény a partizánban. Így van. A uh, jó gondolat. Hát, uh, Nem a sajátom a részben, Mark Fischer-től húztam, aki ugye a kapitalista realizmus című kötetében ír erről, meg más írásaiban is még. Jó kérdés. Nem tudom. Um, ugye szerintem, amikor a hip-hop indult, vagy amit eredetileg képviselt, azt én ugye így nem igazán éltem meg, a koromból fakadóan. Én, én azért leginkább már ebben a trap világban, vagy a modern hiphop világában ismerkedtem meg úgy igazán a hiphoppal. De igen, tehát egy klasszikus trap előadó lényegesen kevésbé szövegcentrikus, mint egy klasszikus rap vagy old school hiphop előadó. Itt inkább uh, dallamosabb autótyúk van benne, étőitek vannak benne, meg c -c 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 -c, ez van benne. és <laughs> Uh, akkor, mocs, akkor most hallgassunk meg egy részletet a lejtőből, ami ennek bizonyos értelemben a példája, példázata lehetne, hát, nem? Hát valamilyen, azért nem gondolom egy ilyen nagyon klasszikus trap a lejtő, de abszolút sok treppes dolog van benne, igen. Akkor nézzük meg, és aztán beszélünk róla, hogy mennyi is ez a treppes dolog benne. Jó, jaj. Jól áll nekem, ahogy a zsebemben pénzed is És súlyítenek nekem a könnyek Yeah, uh... yeah, és lehet a sok sablon ha rám néz Akiknek azt mondták, fog vissza magad, mert neked is csak akkor jár pénz Ha a kiárt rá rátérsz, és lág gyárosba átmész szeret Krúbi ott termet, nézd már meg Hopp, egy koncert, a szétszámjegy és a csúcsra egy fúra politikus csomból épít, a tét rám megy A régi álmod, mi füstélet, nincs kompromisszum, csak művészet Azt mondják, csorok a művészek, de akkor mi ez a sok kesik nálam? Biztos azért mondom a feszültséget, mert ilyen gyorsan megy fel az áram De ha ellenem harcol az állam, és mindenem elveszik, gyere Szóval? Hát, hogy hangszere hangszerelésében kifejezetten treppes a dal szerintem, illetve hát a téma, amit érint, az legink, szerintem az nem köthetők sem az old school hiphophoz, sem a trephez úgy szorosan, tehát egy általában a siker vagy a hirtelen siker feldolgozása a zeneiparban jellegű. Önök a leginkább, nem? Akár így is lehet fogalmad, Vagy hogy, hogy hat a személyre az, hogy hirtelen most elér embereket, amit csinál, meg, meg, lett pénze, meg ilyen dolgok, ami szerintem egy nagyon klasszikus téma gyakorlatilag mifajtól függetlenül. Azt rosszul érzékelem, hogy ebben van egy ilyen erőteljes, depresszív hedonizmus? Igen, jól érzékelett. Tehát szerintem van benne egy, egy, egy ilyen szomorúság, meg, meg ez, ez nem csak köztéket tudni pufogtatni, de hát nyilván, amikor nagyon sok minden, amit az ember itt, általában az ember tervezzel, dolgokat, vannak céljai, és haladgat feléjük. És aztán vannak néha olyan pillanatok az életében, hogy ezekből nagyon sok így egyszerre ugrásszerűen teljesül. És amikor történik egy ilyen, akkor szembesülsz fel, hogy ez egy általános boldogságot hogy ezek a dolgok nem feltétlenül tesznek hozzá. Amit amúgy is tudunk, tehát hogy ezt, ezt így mindenki elmondja neked elejétől fogva, hogy ez így működik. De más, megtapasztalni. más megtapasztalni. azt, hogy, hogy tehát megkérdőjeleződik benned, hogy akkor pontosan miért is küzdök a kitűzött céljaimért, mennyi melót rakok bele, mennyiszer csinálok olyan dolgokat, amiket ebben a pillanatban nem élvezek, de valami kitűzött nagy projekt érdekében, cél érdekében csinálom. És, és amikor tudod és megtapasztaltad, hogy akár egyszerre többet így ugrásszerűen elérhetsz az életedben, és, és összességében nem leszel boldogabb, vagy kevésbé boldog, hanem hogy nagyon hamar akklimatizálódsz, megszokod, és már a következő dolog. És én alapvetően amúgy is azt hiszem, hogy kifejezetten így működök, hogy mindig nehezemre esik megélni az ilyen pillanatot, vagy így már egész gyerekkoromtól mindig így nagyon projektekbe gondolkoztam, úgy játszottam. Ennyire tudatos voltál? A, nem is tudom, hogy ez tudatosság-e, vagy csak egy ilyen hozzáállás. Tehát, hogy úgy, úgy játszottam a kis dinóimmal, hogy akkor táblázatot vezettem, hogy melyik, mert dínomkal fociztam, és akkor bajnokságot vezettem. Tehát mindig valahogy a jelen szórakozásom az valami hosszú távú célt kellett, hogy szolgáljon. És, so, és sokszor vagyok olyan helyzetben, főleg az utóbbi évben, ez is szólt, is nekem erről kicsit ez az év, hogy ö, ugye a hobbim lett a munkám, és és van, amikor már egyszerűen túl sokat foglalkozok vele, nincs kedve már csinálni, és ott vagyok, hogy jó, ezt csináltam egész nap, most akkor csak szeretnék valamit csinálni, ami szórakozás, ami csak azért csinálom, hogy most jó legyen, és nincs semmi felsőbbrendű cél, amit ez szolgál. És ott tudok, hogy jó, akkor most mit, mit, kell csinálni, mit szoktam csinálni, amit ilyenkor csinál az ember. És így rendesen nem tudom, hogy így. És utána próbálok behozni dolgokat az életembe, hogy mit tudom én, elkezdtem többet sportolni, hogy edzeni. Hogy ez tök jó, hogy ennek nincs semmi célja, csak így jól érzem magam, edzegetek. Aztán két hét után abban voltam, hogy már mindent elolvastam, hogy hogy kell edzeni, már rendszer volt a fejemben, hogy akkor kedden ezt csinálod, csütörtökön ezt csinálod, és én abszolút így működök sajnos. És, és kevésbé spontán, azt mondod? Tessék? vagy spontán? Abszolút nem vagy spontán, tehát abszolút ez, ez így, nincs, nincs bennem. És, és ez, ez egy problémát jelentett nekem, amikor, amikor úgy érzem, hogy befutottam, hogy, hogy egyszer csak lett volna eltűntek a kötelességek az életemből, volt ez a dolog, hogy azt csinálok az életemben, amit akarok, és azt gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, hogy akkor most infinit boldogság örökre, és ehhez képest azt éreztem, hogy fú, már az se van, hogy ez a dolog, amit eddig örömből csináltam, az most már csak egy spontán szórakozás, hanem már ezt is teljesen rendszerezetten csinálom, és kényszeredetten próbálok hobbikat keresni, amiket meg nem találok olyan hobbikat, amik akkor örömmel töltnek el, mint a munkám és ez egy ilyen nehezen feldolgozható dolog volt, és ami a hedonizmusra kitérve, hogy és gyakorlatilag ilyenkor találja magát hamarabban a helyzetben az ember, és nem sok zenész megy bele, hogy azokban a pillanatokban találja meg ezt a pillanatnyi örömet, amikor nem tervezel, nem gondolkozol, amikor be vagy baszva, vagy be vagy szívva, vagy ilyen jellegű szórakozás, ami meg hosszú távon önpusztító és, nem fenntartható. Ér akartalak kérdezni, tehát itt te klubiként énekelsz azokról a fájdalmakról, szorongásokról, amiket Horváth Krisztiánként élsz át azért, amit Krúbi okozott a te életedbe. Tehát ezért kérdezem, hogy hogyan gondolkodsz arról, előfordulhat-e majd az az a -e helyzet, előállhat-e az a helyzet, ha ez a sikerszívő így folytatódik, hogy Krúbi konkrétan tönkre fogja tenni Horváth Krisztiánt? Nem hiszem. Szerintem már most... Um, Kontrollat tudod ezt tartani? Sok, sokkal előrébb tartok, mint akkor tartottam. Tehát szerintem az, hogy megírtam az ösztönlényt, az így hozzá is járult ahhoz, te általában, hogy megérts. Tehát, hogy jellemzően nem is tudom, hogy miről írok, csak úgy jön, meg így folyamatosan agyalok és természetesen csinálom, és utólag, utólag tök sokat megtanulok magamból azáltal, hogy, hogy meghallgatom a saját zenéimet, vagy hogy dolgozok rajta, és így kiadom magamból, és megértem, hogy egyáltalán mi játszódott le bennem abban az időszakban. És azt gondolom, hogy az a jellegű, tehát hogy sokkal jobb, jobb mentális állapotban vagyok, mint akkor voltam, amikor az összenét írtam. Dénes, arról kérdeznének, amit a Krisztiának az előbb mondtam, Krúginak hogy a hip-hop az valamilyen módon a lázadást kínálja föl, de mivel igazából nem történik meg rajta keresztül a lázadás, hanem csak az élményét, én értelemben az illúzióját éli meg a hallgató. Szerinted mennyiben ellentmondás ez a hip-hop küldetéséhez képest? Mi gondolsz erről a kérdésről? Hát én megvallom őszintén, én a hip mint műfajjal igazából soha életemben nem foglalkoztam, nem nagyon követtem, meg a műfajnak a küldetése sem volt olyasmi, ami mondjuk előttem ismert lenne, hogyha egyáltalán van neki ilyen, szóval nem tudom, mert, mert, most sem tekintek magamra így feltétlenül így rapperként, hip -hop előadóként, hanem, hanem vagy zenészként akár, hanem, hanem ez egy ilyen platform, amin keresztül tud ez működni valamennyire. Akkor más kérdezek, hogy a ti dalajtok, amikben van egy ilyen ellenálló attitűd, van egy ilyen lázadó attitűd, mennyiben konzerválja mégis inkább azokat az állapotokat, amik ellen lázadtok, tekintettel, hogy igazából nincsen alternatíva felmutatása vagy kínálása a hallgatónak. Erről mit gondolsz? Egyrészt eddig a pillanatig, ö... tehát alternatíva fölkínálása a jövőben se fog megtörténni. Ezt nem gondolom, hogy mondjuk az én ö én számaim kereteim belül ez meg tudna valósulni. Én inkább erre úgy tekintek, nem mint... Tehát nem gondolom, hogy, hogy különösen hozzájárulna ahhoz, hogy konzerválja a jelenlegi állapotokat, mert, mert az, hogy lényegesen változtatna rajtuk, azt se gondolom. Tehát nem érzek el mögött egy ilyen változtatásra irányuló küldetés még mondjuk ebben önmagában, hogy ilyesmiket írok. A kormánynak a különböző kommunikációs metódusainak a kidomborítása, vagy támadása, hogy az inkább konzerválná, vagy érdemben nem tesz ellene, azt én nem vitatom, hogy érdemben nem tenne, mondj, nem, ne ten, tenne ellene, Ö, de nem is ez a cél. É, annyit hadd fizek az de szerintem olyan szinten, tehát érdemben nem tesz ellene ezzel, én is egyetértek, olyan szinten mondjuk én kifejezetten személyes szinten hasznosnak éltem meg ilyen tekintetben Délnes Dalait például, hogy az a, azok a csatornák, amikből mondjuk folyik a kormánykommunikáció, azokon a csatornákon keresztül ugye folyamatosan hallod ezeket a dolgokat, és így normalizálódik, megszokod. És amikor ugyanezeket a szavakat egy teljesen másik kontextusban, ugyanezeket a mondatokat megismételve, kidomborítva hallod egy teljesen másik kontextusban, ahol nem ezekhez a mondatokhoz vagy szokva, az így újra visszavisz kicsit nullára, mert ugye ez egy fokozatosan épül, ez a populista kommunikáció a Fidesznél például, és, és kicsit is hogy szembesítve, a ja basszus, amúgy mennyire durva is ez, amit már fel se veszek, ami a plakátokon van, ami a tévéből jön. És ilyen tekintetben azt gondolom, hogy még akár pozitív haszna is van, hogy egy ilyen emlékeztető, hogy egy teljesen másik kontextusban megjelenve újra szembesülsz vele, hogy amúgy mennyire abnormális, ami történik, mert amúgy ezt is, mint minden mást elképesztően hamar megszokjuk. Oké, okay. záró kérdéskör. Itt vagytok a 20-as közepén, a világ meg itt van 2021-ben. Gyöbörög a klímaválság, ugye azt mondják a szakértők, hogy nagyjából 10 év van hátra még, ameddig lehet változtatni Érdemben. Iszonyatosan nagyok a világban az egyenlőtlenségek. Elviselhetetlen politikai rezsemek vannak mindenhol. És hát van egyfajta erőteljes válságélménye mindenkinek abban, hogy így nem tudjuk, hogy hova fog ez az egész majd kifutni, de hogy ebből azért nagyon kevés jót lehet sejteni. Egy általános szorongás szerintem így jellemzi a amit aztán így ki, hogy próbál földolgozni. De hogyha mondjuk így abba gondoltok bele, hogy nektek még nyilván van legalább 50-60-70 életévetek ezen a bolygón, akkor így hogyan képzelitek el a következő évtizedeiteket? Tehát, hogy mi az a szakmai célkitűzés, ami motiválni tud benneteket? Mi az a közösségi célkitűzés, ami esetleg érdekel benneteket? Tehát, hogy hogyan gondolkodtok a saját szakmai érvényesülésetekről és a pozíciótokról, amit jelenleg elfoglaltok a magyar társadalomban, ami nyilvánvalóan részben visszaigazolja a működéseteket, de szükséges is ahhoz, hogy működni tudjatok. <laughs> Kezd csak nyugodtan. egyszerű záró kérdés gondoltam. <laughs> de mondjuk társadalmi mozgalnak, mert a dalitokkal odaállnátok, amik mondjuk ilyen célokat próbálnak meg tudatosítani a nyilvánosságban? Ez, ez jó kérdés, ez esetemben én azt gondolom, hogy Egyébként egyrészt jogos, amit a Krisztián elmondott, hogy, 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 mondjuk egy tehát a koncert ilyen rendezvényen való fellépés esetében, hogy, hogy jó az, hogyha, vagy az az ideális, hogyha egy koncert önmagáért van, és nem valaminek a keretein belül történik, és, és már mire gondolsz ezzel, hogy tehát hogy hozzájárulni egy ilyen... Hát mondjuk lenne egy globális klímasztrájk megint, és azt mondanák, hogy szeretnének egy krúbi dénest duót felrakni a színpadra, mert ugye ez fontos lenne az, hogy többen jöjjenek el például, azért, hogy és amikor a klímatüntetésnek vagy a klímasztrájknak az a célkitűzése, hogy mondjuk adóztassák meg jobban a különböző fosszilis energiaforrásokat és az olajcégeknek a működését korlátozzák Magyarország is. Tehát egy elég komoly érdekkonfliktus. Egy ilyenbe például beleállnátok-e? Én, én nem tudom képzelni. Szerintem nem feltétlen koncert formájában akarnék ebben állni, tehát lehet, hogy így a, a művészeti produktumot el akarnám választani az ilyen társadalmi jellegű kérdésektől, amikért akár nyilvánosan kiállok, de az, hogy mondjuk a hírnevemet magát erre a célra használni, uh -huh. az azt az abszolút nem tartom elképzelhetetlenül. Nagyon nyomás rajtad, hogy ebben vállalj aktívabb szerepet? Abszolút nem, tehát hogy nem érkezik semmilyen oldalról Igen? ilyen jellegű megkeresés igazából. Jó. Hát akkor Salai Dénes, Bálint Dénes és Horváth Krisztián Krúbi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy ilyen hosszan rendelkezésemre álltatok. Mi közé. köszönjük szépen. Nektek köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a beszélgetésem Dénessel és Krúbival. Ha érdekel benneteket nem csak a szerkesztett verzió, hanem a teljes vágatlan verzió is, akkor vagy látogassatok el a podcast platformjainkra, ahol hangban, korlátozás nélkül meghallgathatjátok a teljes beszélgetést, vagy ha szeretnétek képben is látni, akkor pedig fizessetek elő a Patreon oldalunkon keresztül a Partizánra, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna, meg használjátok a like, illetve a dislike gombokat a véleményetek kifejezéséhez, illetve van bármilyen visszajelzésetek, kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Az Instagramon megtaláltok bennünket Partizán Politika néven, ha pedig nem szeretnétek előfizetőnké válni, de más módon hozzájárulnátok a működésünkhöz, akkor egyrészt van egy bankszámlaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is, ezeket is megtaláljátok a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, csináljuk!